A Góna Lenti együttese 22 dobott gólya ellenére is elvihette Fonyódról a győzelemért járó 2 pontot. Úgy gondolom, hogy ez azért volt így, mert mi a támadásban elég gyenge játékot mutattunk, nagyon-nagyon sok hibával játszottunk. Ez az igazság, hogy elég fiatal csapatunk van, és a fiatalokkal próbáljuk erőltetni mindenféleképpen ezt a gyors játékot, és arra törekszünk, hogy ebből a gyors játékból minél kevesebb technikai hibát kövessünk el. Vendégeknek a múlt heti vereségek után jót tett a győzelem. Ez mindenféleképpen jót tett, mert nagyon kellett. Mondom, az a baj, hogy a mi csapatunk nagyon fiatal és rutintalanok. Ez a legnagyobb gondunk vele, de úgy gondolom, hogy itt a Fonyódi együttesnek is az a legnagyobb gondja, hogy még csak most kezdett el kézilabdázni, tehát nem mindenki érzi az egész játékot. Valóban ezen a hétvégén nem úgy ment a lányoknak, ahogy azt a szurkolók, és talán saját maguk is elvárták. Ugyanakkor mégis lehetett pozitívumot találni játékukban. Eddig a védekezésünkkel volt a probléma, ezt most összeszedtük, tehát azt gondolom, hogy a 22 kapott gól ez annyira nem vészes. Viszont most a támadó játékunk volt az, ami egyszerűen nem tudom, mit mondjak rá. Sajnos a gárda nem tudott megbirkózni a teherrel, amit az jelentett, hogy a csapat egyik legjobbja betegsége miatt csak a jegyzőkönyvírásban jeleskedett. Mert miután kifogtak engem, azt gondoltam, hogy meg fogja tudni oldani a csapat nélkülem. Nem, tehát kellett volna még, hogy itt legyen a Szabina. Fejlődni kell, tehát meg kell szokni azt, hogy nem 2 meghatározó játékos van egy csapatban, hanem mondjuk 8 vagy 10. A fiatalok is több lehetőséghez jutottak. Ügyesek voltak, a védekezésben maximálisan oda tették magukat, én attól féltem, hogy az lesz rosszabb, de ez hála Istennek nem volt gond. Nem mernek belemenni a falba, tehát egyelőre még féltik magukat, de majd ezt megszokják, minél többet játszanak. A mérkőzés végeredménye tehát Fonyódi Petőfi, Góna Lenti 15-22.